Ne felejtsétek el megnézni az Enebának az oldalát a legjobb árakért, mindenféle játékot, kiegészítőket megtaláltok ott, és továbbra is a Dani Gaming kóddal él a 3%-os kedvezmény, minden vásárlásnak a végösszegéből kerül ez levonásra, a linket pedig megtaláljátok a leírásnak a legfelső sorában. Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Nos, a mai téma megosztó lesz, tudom előre, ezért is szeretném már most előre felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy bár igyekszem tényleg csak is a legmegbízhatóbb források szivárogtatásait és híreit megosztani veletek, de, és egyébként emiatt van az, hogy fél évenként van néha GTA 6-os videó, de ettől függetlenül ezeket nem szabad készpénznek venni, úgyhogy kérlek titeket, kezeljétek fenntartásokkal a mai videóban szereplő híreket is, és az összes videóban elmondtam ezt, tudom jól, nem is akarom ezzel húzni az időt, de mindenféleképpen ezt szerettem volna, hogy tudjátok, mindenképp fenntartásokkal kell kezelni ezeket a híreket, egészen addig, amíg nem lesznek hivatalosak. Na de ennyit erről, vágjunk bele a videóba, és lássuk akkor azokat a bizonyos híreket, ígérem érdemes lesz végignézni a videót, mert hogyha csak a fele is igaz lesz ezeknek az infóknak, hát bizony el fog állni mindenkinek a szava. A híreket egy neves szivárogtató osztotta meg a 4chan oldalán. Kezdeném is egyből az egyik legnagyobb dologgal, ami nem más, mint hogy a GTA 6 megjelenése előtt elvileg meg fogjuk kapni a GTA 3, a GTA Vice City, a GTA San Andreas, illetve a Red Dead Redemption első részének a felújított változatát. Ez kisebb hibajavításokat, fejlesztéseket, gyorsabb töltési időt, és elvileg fix 60 FPS-t jelentene, amennyiben tényleg megvalósul. Nyilván nem Red Dead 2-es grafikát kell elképzelni, ez teljesen egyértelmű, de egy kisebb ráncfelvarrással is szerintem egészen elképesztően jól tudnának kinézni ezek az örök klasszikus játékok, úgyhogy én nagyon remélem, hogy igaznak fognak bizonyulni majd ezek a hírek. De nem csak ezt osztotta meg velünk a leaker, hanem például a bejelentés és a megjelenés dátumát is. A bejelentésre 2022 tavaszáig kellene várnunk, tehát nagyjából egy évet, hogyha most nézed a videót. A tervezett megjelenés pedig 2023. októberre lenne. Szokás szerint konzolokra érkezik majd először, ezután nem sokkal jön majd egy optimalizált verzió PC-re, és a Red Dead Online példáját követve a story mód megjelenése után egyenlőre csak a beta verzióval lehetne játszani, és a Red Dead Online példáját követve a story mód megjelenése után egy ideig csak a beta verziója lenne elérhető az online-nak, és ez alatt az idő alatt nem lennének a játékban például repülő motorok, meg úgy unblock repülők sem, picit ilyen földhöz ragadt lenne. Ezt mondja tehát a dátumokról a szivároktató, de vajon miket mondott a történetről, a főhősről, a helyszínről, illetve a járművekről? Nos, nagyon is sok mindent, olvasom. A játék a Red Dead 2-höz hasonló felépítéssel rendelkezne, chapterök lesznek benne, amikből az első kettő az 1970-es években játszódik majd, és napjainkban fog véget érni a sztori. Így először nem is a főhősünket tudnánk irányítani, hanem az ő apukáját, és csak ha eljutunk addig a történetben, hogy már megszületik a fia, és olyan felnőtt lesz, akit már lehet ugye irányítani, na akkor tudunk majd a fiával játszani, aki ugye a főszereplő lesz. A teljes történet közel 60 óra hosszú, és elvileg az eddigi legizgalmasabb sztori vár majd ránk, de viszont kevésbé lesz megható, mint például a Red Dead 2 esetében volt. Ugyanakkor a küldetések során minden eddiginél nagyobb szabadságot kapunk, így rengeteg döntés rajtunk fog múlni, és eszerint alakulhat majd a történet végkimenetele is. Ez azért semmiképpen sem hangzik rosszul szerintem. A főhős, akiről már az előbb tettem említést, ő 34 éves lesz a történet végén, egy férfi karakter lesz mégiscsak, azért mondom, hogy mégiscsak, hiszen biztos többen is emlékeztek még, én is beszéltem erről, hogy egy női karakter is tervben volt, de végül úgy tűnik a Rockstar kukázta az ötletet. A leaker még azt is mondja, hogy egyébként 2017-ben dobták kukába ezt a tervet, mert úgy voltak vele, hogy egy női karakter nem illene a GTA-nak a profiljához. A főhősünket egyébként Ricardónak fogják hívni, fehér férfi lesz egy olasz beütéssel, fekete hajjal, azonban jó hír, hogy rendkívül testre szabható lesz, és a San Andreashoz hasonlóan vissza fog térni az elhízást lehetősége is, így tehát hosszú idő után végre ismét változik majd a karakterünknek a testsúlya, attól függen, hogy mennyit és hogyan eszünk, edzünk-e vele, és a többi, és a többi. A helyszín a szivároktató szerint Miami és Florida környéke lesz, de több olyan rész is lesz majd a térképen, amelyet csak küldetések közben tudunk elérni. A bejárható terület valamelyest kisebb lesz, mint a Red Dead 2-nek a térképe, de elvileg sokkal tartalmasabb.
A sztori során el lehet majd menni Liberty Citybe is, de csak egy bizonyos ideig, ahol ráadásul majd egy maffia fog uralkodni abban az időben, amikor ott leszünk. A területek és maga a térkép is az idő múlásával változni fognak, így a járművek, a ruhák, a frizurák, minden haladni fog a korral, és a modernebb időkben például kevesebb régi autó lesz elérhető, de többet is fognak majd érni, mint korábban értek. És végül az NPC-k, illetve a járművekről. Nos, az NPC-k nagyon fejlettek lesznek, van hova fejlődniük, ezt csak így zárójelesen mondom. Szóval elvileg nagyon fejlettek lesznek, reggelente agresszívabban fognak és gyorsabban fognak vezetni, főleg azok, akik munkába sietnek, és például egy elhízott karakterre grimaszolni fognak majd, ha lehet hinni a híreknek. Az időjárási viszonyok nagyon kidolgozottak lesznek, számíthatunk esőzésre, hatalmas viharokra, és ami egy újdonság lesz, hogy a robbanások és az ütközések következtében eltörhetnek majd a főhősnek a csontjai, és maradandó sebeket is szerezhet. Ez nagyon-nagyon durván hangzik már most is, kíváncsi leszek, hogyha valóban megvalósul ez, akkor hogyan fog ez kinézni. És ami a járműveket illeti, sokkal részletesebben lehet majd őket fejleszteni, mint például akár most a GTA 5-ben, de figyelembe lesz véve mindig az adott korszak, tehát a történet előrehaladásával mindig különböző módon tuningolhatjuk majd a gépsárkányokat. És ez a végszava egyébként a szivároktatásnak, úgyhogy írjátok le kérlek, hogy mit gondoltok ezekről a hírekről, szerintetek van-e valóság alapja, örülnétek-e a felújított GTA-knak, illetve a Red Dead-nek. Számomra, hogyha engem kérdeztek, az nagyon furcsa, hogy teljesen különböző szivároktatók osztják meg a híreket, mégis rengeteg minden egyezik az írásaikban. Nézzétek csak vissza a régebbi videóimat ebből a témából, és látni fogjátok ti is, hogy tök sok minden egyezik, és én ezt nem tudom hova tenni egyenlőre, én nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha valódiak lennének ezek az információk. Ha lesz bármi említésre méltó hír a jövőben, akkor mindenféleképpen tudatni fogom veletek. Ha feliratkoztok, akkor biztosan értesülni is fogtok róla. Ezt egyébként előre is köszönöm mindenkinek, mint ahogy a figyelmet is. Legközelebb találkozunk, srácok, én Dani voltam, köszi, hogy itt voltatok. Sziasztok!